Cselszektomajon is befejeződtek a jelöltállítások, az önkormányzati képviselők, a polgármesterek és a nemzetiségi önkormányzatok jelöltjeit a Választási Bizottság határozattal elfogadta. És újdonság az idei 2014-es önkormányzati választáson, hogy a jelöltek nem ABC sorrendbe kerülnek a szavazólapra, hanem sorsolás útján. Ezt a sorsolást 8-án, hétfőn a választási, helyi választási bizottság megtartotta, és örömmel jelentem be, hogy az elfogadott névsor szerint kialakult a szavazólap sorrendje. A polgármester választás szavazólapjának sorrendje 1-es sorszámmal dr. Kolhed Róbert Jobbik Magyarországért mozgalom jelöltje indul, 2-es sorszámon Barta Gábor független jelölt, és 3-as sorrendben az Elekes István független jelölt kerül a szavazólapra. A képviselő választás szavazólapjának a sorrendje is kialakult. 11 képviselő jelölt indul a 6 mandátumért. 1-es sorszámmal a szavazólapon Palkovics Zoltánné független jelölt, 2-essel Horváth Zoltán független jelölt, 3-assal Vugovics Anita független jelölt, 4-essel Elekes István független jelölt, 5-össel dr. Kolheb Róbert Jobbik Magyarországért mozgalom jelöltje, 6-ossal Tolvéd Gyula Tamás független jelölt, 7-es Molnár Gabriella független jelölt, 8-as Partics Gyula független jelölt, 9-es Antal László független jelölt, 10-es Bakos László független jelölt, 11-essel Szeles András független jelölt kerül a szavazólapra. És az idén először Cselszektomajon a roma nemzetiségi önkormányzat is alakulhat. A roma nemzeti önkormányzati képviselőválasztás szavazólapjának a sorrendje a következő lesz. 1-es sorrendben Lakós Jácint, Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbsége Érdekvédelmi Egyesületének jelöltje. 2-es Orsós Norbert, Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének jelöltje, és 3-assal Lakos Máté, Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének jelöltje kerül a lapokra. Mint azt mindenki tudja, október 12-én helyhatósági választás az egész országban, így Cselszektomajon is. Én nagyon jó kampányt kívánok, tisztességes, intelligens kampányt kívánok mindenkinek, és kérem, hogy szavazó polgárként vegyen részt mindenki a választáson. Október 12-én egész nap a szavazó helyiségekben várják az önök szavazatait.